Amit lehet látni a kiköltözésekkel kapcsolatban, látszik, hogy vannak kiköltözött családok, leginkább rokoni alapon próbálnak lakásokhoz jutni, olyan lakásokhoz, amelyeket egyik-másik rokon valamilyen oknál fogva kiadott, odaadott, leginkább albéletben vannak mostanában, odakint, vannak kint esetleg albéletben, lyukóban, illetve hát vannak olyanok, akik már elmentek az országból, és mondjuk azt, amit ott laktak, azt mondjuk odaadják ezeknek a családoknak. Elmentek az országból hova? Hát leginkább Kanadába. A kanadai befogadás az nem volt zárolt, vagy az újra megindult és lehetőséget ad és befogadja az odakérőket? Hát reménykedem abból, hogy Kanada nézi azokat a híradásokat, amelyek Miskolc tekintetében folynak, és hát azt gondolom, meg remélem, hogy ezek mind-mind olyan segítséget nyújtanak a kimenekülteknek, hogy nem kell magyarázkodniuk, hogy miért mennek ki, vagy miért vannak kint. Tehát akkor egyik oldalon Jukóvölgy felé, másik oldalon Kanada felé? Igen, hát mondjuk a Jukóvölgy a számozott utcának 2 kilométerre van, Kanada meg 12 ezer kilométerre. Tehát. Szeretnék már menni. Nekem már unalmas az a hova mennek? Én külföldökre. Melyik Kanadába. Külföldön? Kanadába? Mit tud Kanadáról? Ott van kint apának édesvény testvére. Uh-huh. És azt mondja, hogy jó hely? Igen. És könnyű kijutni oda? Hát nem. Mit kell tennie? Hogy megy ez? Majdnem, hát össze kell gyűjteni. Több. Egy csak a jegyet kell megvenni. Oda-vissza. Egy gyerekem az elment. Kanada? Kanada. Uh-huh. És várható, hogy utána csoportosan fognak elmenni. Nem csak innen, hanem az egész Magyarországról. Értem. Úgyhogy. Hát a megélhetés miatt, jobb megélhetés miatt. A mai helyzetben, hát ez, erre mondanák valamit, hogy ez nem demokrácia, hanem az ellenkezője. Van egy nemzetközi gyakorlata az etnikai gettók föntartásának, üzemeltetésének, kontrolljának, felügyeletének, befolyásolásának, stb. Ebből is beszivárog némi, tehát mondjuk a Máltai Szeretett Szolgálat tevékenysége az ebbe a csoportba illeszkedik, hogy hogyan lehet a modern etnikai gettókat felügyelni, kontrollálni és befolyásolni az itteni folyamatokat. Magyarán legitimálni egyrészt az elkülönítést, a gettósítást, és közel játszani a hatalommal abban, hogy fenntartható legyen a relatív béke. Magyarán, hogy etnikai lázadások ne történjenek, legalább a minimális szolgáltatásokat eljutott azokhoz, akik elfogadják az elnyomást. Tehát két lehetőségük van az embereknek ebben tekintetben ma. Az egyik az, hogy elfogadja ezt a hűbéri rendszert, ahol neki az állam és az állam által kegyelt szervezetek, civil szervezetek vagy egyházak biztosítanak valamifajta hát kiegészítő szolgáltatást ahhoz, hogy enni tudjon, hogy inni tudjon, hogy tüzelője legyen, stb. Tehát, hogy egyszerűen egyfajta szociális, hát kegyelt, eltartott pozícióba került, cserébe lemond szabadságról, lemond a tiltakozás jogáról, lemond a polgárosodás lehetőségéről. Elfogadja ezt a gettólétet, és a másik az, hogy elmenekül. Van egy harmadik is, hogy felakasztja magát, hogy vonat alá ugrik, és így tovább. Sokan választják ezt is. Tehát, hogy ebből a létből kimenekülni lehetne, és harcolni ellene. A harcról leszoktatták az embereket. A harcnak nincsen meg a kultúrája, nincsen meg a demokratikus tiltakozásnak, az önszerveződésnek, a saját érdekeink
erőteljesebb képviseletű, különösen a radikálisnak nincsen meg a kultúrája. Szeretettel köszöntöm azokat, akik elfogadták mai asztalmeghívásunkat. Ma terítéken a kanadai bíróság döntése van, amelynek értelmében a Rácz család, 30-valány fős Rácz család menedék jogot kapott Kanadában. Tudjuk, hogy Kelet-Európából nem ez az első kivándorlási kísérlet, hiszen a 90-es években Csehországból is éppen Kanada felé próbáltak tájékozódni cigány családok, és nem csupán rácék próbáltak szerencsét ott. Bemutatom vendégeimet, asztaltársaimat is, dr. Jánó Krisztófer ügyvéd úr, aki Kanadában született, és Szőke Sándor, aki a Roma Mozgalom a Köztársaságért szervezetnek az alelnöke. Van valami közös kettőjükben. Életük egy részét mindketten külföldön töltötték. Én el akartam menni a 70-es évek közepén. Nem volt jó itt? Valamiért? Hát én nem szerettem azt a fajta paternalizmust, amely akkor abban a formában, most ebben a formában. Tehát én valahogyan a paternalizmus világában nem éreztem jól magam. Tehát ilyen nagyon röviden, amúgy formálisan volt egyfajta politikai aktivitásom, amit ma inkább úgy neveznénk, hogy civil öntudat minimuma, de nem igazán politikai. És ebben az egyetemen ki is voltam zárva az ország összes felsőfokú intézményeiből, stb. Tehát, de ez nem egy hősies esemény, ez egyszerűen a két abszolút találkozása, tehát a lázadozó kis neurotikus, és vele szembe az ostoba, paternalista, kőfejű rendszer. Úgyhogy ezért mentem el. Elképzelhető-e ma is olyan ebben a mondjuk rendszerváltás utáni világban, tehát nem a 60-os években vagyunk, nem a 70-es években vagyunk, 60-70 az, amikor itt a felmenők, illetve az adott személy távozott, hanem vagyunk 2010 után, ráadásul egy nagyon kedvező politikai változás után, amikor kialakuló félben a nemzeti együttműködés rendszere, mégis érezheti-e úgy valaki, akár egy társadalmi csoport, vagy csak egy család, hogy innen menni kell, akár Kanada felé, akár Franciaország felé is, mert volt, aki megpróbált cigányok közül arra felé menekülni. Elképzelhető-e, hogy bár telnek az évek, évtizedek, ilyen helyzet kialakul, ügyvéd úr? Szerintem nem csak 2010 után vagyunk, hanem 90 után, és ugye ez a bizonyos paternalista rendszer, amiről beszélt Sándor, valamennyire remélhetőleg azért megnyekkent, ugye 90 után, és egy picit akkor jöttek ezek a magyar módra a szabadságok. Ugyanakkor a migráció az ugye az emberisége nagyjából egyidős, tehát mindig voltak adott esetben körülmények, helyzetek, vagy egyéni meggyőződések, hogy én igazából szerencsét próbálok máshol, és én elmegyek. Tehát ebből a szempontból egyébként, hogyha most a napokban pont az egyik hírcsatorna, az ugye leadott egy riportot azzal kapcsolatban, hogy 400 ezer magyar él Angliában. És ugye ott nem csak cigányok vándoroltak ki, hanem rengeteg úgymond mezei magyar, vagy vállalkozó, vagy egyéb személy, aki azt mondta, hogy bocsánat, Magyarországot szeretem, Magyarország jó, viszont én itt jobban tudok érvényesülni, és jobb lehetőségeim vannak. Úgyhogy ez szerintem változatlanul vannak olyan helyzetek, olyan élethelyzetek, amikor ugye valaki úgy dönt, főként így az Európai Unióban ugye a személyek szabad mozgásának az elv alapján, hogy ő máshol fog szerencsét próbálni, vagy jobban megélni, meg egyebek. Most egy kicsit, mintha súlyosabb lenne ez a kanadai történet, mert nem szerencsét próbálni mentek ezek az emberek, hanem gyakorlatilag elmenekültek. Van ennek a történetnek Gyöngyös Patán némi előzménye. Mit tudsz erről mondani? Hát egyrészt reflektálnék egy pillanatra arra, amit mondtál, hogy véleményem szerint azon túl, hogy a migráció az életrésze, a nemzetállami létnek aztán végképp. Mégis csak azt hiszem, hogy van egy speciális migráció ma Magyarországról, és mindjárt ki fog
tulajdonképpen a Gyöngyöspata esetben azért nem a roma közösség problémájára, de ezen kívül is úgy érzem, hogy ez a pillanatnyi magyarországi államberendezkedés vagy uralmi mód, az meglehetősen sokakat idegenít el attól, amit úgy hívunk, hogy haza vagy otthon, ez annak a kérdése, hogy most patetikusan vagy nem úgy fogalmazok, minimum otthon. Az elidegenítés oka alapvetően, most szintén részletek nélkül, egy értetlen, avit referenciáiban 60 évet késett, ostoba államrend. Ez úgy értem ezt a referenciát, hogy a fiatalok a bármifajta önmagát minoritásnak érző személy, vagy pedig meghatározott minoritás, rosszul érzi magát ebben az országban. Mennek el. Természetesen ezen kívül még nagyon sokan érzik rosszul magukat, mint bárhol a világban, de ennek statisztikai, világos statisztikai nyoma van, hogy a fiatalok és az önmagukat kisebbségben érző személyek, és akkor ezt sorolhatnám, de most nem sorolom, azok mennek el az országból. Most Gyöngyöspata kapcsán együtt csináltuk végig Gyöngyöspatát. Én azt hiszem, hogy Gyöngyöspatáról azért mentek el az emberek, mert semmifajta olyan életlehetőségük nem volt, amit emberinek lehetne nevezni. Az az életlehetőség, ami inkább létlehetőség volt, mint élet, mert az... Nem volt munkahely, vagy azért ennél több volt a probléma? Az igazi probléma az volt, úgy érzem, hogy egy populáció hirtelen 800 év együttélés után úgy érezte, hogy igazi gyűlölet veszi körül. Ez egy rossz érzés, ha az ember úgy érzi, hogy személyesen és miben nyilvánult ez meg? Gyöngyöspatán vagy általában? Gyöngyöspatán abban, hogy ahogyan kialakult a szegregált Gyöngyöspata, a cigánysor és a többségi magyarok terepe, ahogyan ez átjárhatatlanná kezdett válni a közvetlenségek szintjén is, a bevásárlás szintjén, a séta. Mi történt? Mi történt? Tehát mit mondod ezeket a dolgokat, igen, de konkrétan mi történt? Nem lehetett sétálniuk a cigányok? Tulajdonképpen már az sem lehet. Én emlékszem, akkor tájt éppen március 15-e környékén mentünk le, és a cigány soron élők élére állva vonultunk el a Kossuth szoborhoz, mert hogy ők nem vehettek részt a március 15-i ünnepségen, és ezen sírtak, hogy miért vannak ők ebből kizárva. Hát ők szeretik Kossuth Lajost, és szeretik a március 15-ét, ők is magyarok, ők miért nem ünnepelhetnek? Ilyesmikre gondolsz? Ilyesmire gondolok, de ennek kevésbé ünnepi megjelenésére is. Tehát arra, ahogyan a deklaráltan, megnevezetten cigányként létezhettek csak, romaként létezhettek csak. Tehát olyan attribútumokat vontak meg tőlük, hogy más nem maradt már, egyetlen egy dolog maradt, hogy ők romák. Az, hogy emberek, az, hogy konkrétan munkát kereső emberek, családszerető emberek, ezek mind lefoszlottak, maradt a roma, és a roma mögött egy olyasfajta képzett sor, amivel nem ismertek önmagukra. Ügyvéd úr, Kanadában a kanadai bíróság ilyen elvont dolgokat értelmezett, vagy volt valami konkrét történet, ami miatt úgy döntött a bíróság, hogy igen, ezeket az embereket valamilyen fajta védett módon kell Kanadának befogadnia? Jó, tisztázzuk, hogy a bíróság az alapvetően bizonyítási eljárás, ugye nagyon jogászosan megfogalmazva, ez alapján igyekszik a tényállást tisztázni, meg kideríteni. Kanadában ugye természetesen a bíróság azért van kicsit nehéz helyzetben, mert ugye itt beszélnek egy távoli ország, távoli kontinensen történt, vagy esetleg megtörtént eseményekről,
és hát ugye mindannyian tudjuk, hogy a kontradiktórius szemponton ki, akkor bíróság előtt megjelenik egy fél, azt mondja, hogy ez történt, a másfél azt mondja, hogy ilyen nincs, és nem ez történt. Tehát nyilván bíróságnak azért volt ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően ők milyen objektív információk alapján tudnak döntést hozni ebben a kérdésben. Ami viszont ugye Kanadához kapcsolódik természetesen, és ugye pont ez volt egy korábbi téma, hogy volt egy időszak, egyébként ezt Sándor is meg tudja erősíteni, 2008-2009-2010-ben, amikor kiugróan nagy számú bevándorlók érkeztek Kanadába Magyarországról, az Zöme az Miskolc környékéről, és hát egy ilyen 90%-ban ugye roma származású emberek voltak. És ugye ezt követően azért egy pár évvel később, pont ugye a bíróság is Kanadában, épp úgy, mint akkor a bevándorlási minisztérium, valamilyen szempontból tájékozódnia kell arról, hogy miért is van ez, és miért van az, hogy ugye világszinten érkezik mondjuk hivatalosan 200 menekült az országban, és ehhez képest 5000-en jönnek Magyarországról, arról beszélve, hogy itt ekkora problémák vannak. És hát ilyenkor ugye az államnak természetesen megvannak az eszközei, ugye többek között Ottawának van nagykövetsége Magyarországon, és hát szerintem ez a kérdés elsősorban, hogy polgárháború tört ki, vagy most mi itt a pontos helyzet. És ugye ott volt az a sajnálatos helyzet, hogy kiderült, hogy jó, nyilván vannak adott esetben indokolt példák, mint ugye, hogy beszélt ugye a Rácz családról, ahol tényleg tudják bizonyítani, hogy ugye az ENSZ 1951-es deklarációja óta, ugye, hogy ki a menekült, meg mitől lesz valaki menekült, ők megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Viszont sajnos volt rengeteg olyan ember, aki konkrétan ilyen szervezett módon került ki Kanadába, és egyébként emiatt el is ítéltek egy magyar származású illetőt Kanadába 9,5 évre, mert ugye ő szervezetten hozatta ki a romákat egyébként, bejelentette őket, hogy ők menekültek, kapták a támogatásokat, és ezt elvette tőlük konkrétan. De önmagában, Sándor, most téged kérdezlek, az, hogy egy családot akár, aki egy nagy család, amely egy nagy család, 39 ember, ha jól számolok, menekültként fogadnak el, nem szégyene Magyarországnak, tehát a nagykövetségünk itt kénytelen volt meghajolni, és azt mondani, hogy tényleg üldöztük ezt az egy családot cigánysága miatt, nem játszott-e szerepet ebben az egész történetben, mindaz, amit az elmúlt évtizedekben a cigánysággal szemben, akár gyilkosságig elmenően is megtörtént, és itt Gyöngyöspatán heteken át hadak, félkatonai szervezetek tartották rettegésben az ott élőket, egyszer nőket és gyermekeket éppen húsvét közelettével kimenekítették onnan. Mindezeket szerinted értékelte a kanadai hatóság, amikor úgy döntött, hogy itt tényleg menekültekről van szó? Egyértelműen. A kanadai bíróság nagyon nehéz helyzetben volt. És van. Mert pillanatnyilag másodfokon például, másodfokon történt az a nagyon súlyos ítélet Magyarország felett, ami pillanatnyilag nincsen sem mediatikusan, sem máshogyan kihasználva, mint egy világos és egyértelmű példája egy csomó mindennek. A szövegezés és egy nagyon óvatosan és pontosan, természetesen már csak azért is, mert jogi szöveg, de hát ez nem csak jogi szöveg, ez voltak éppen diplomáciai szöveg. Az történt ugyanis, hogy pillanatnyilag még Európa részei vagyunk. Tehát az európai közösség részei vagyunk. Erről a kormányunk nem mindig tud. Néha a fogalmat magát sem érti. De az a tény, hogy az Európai Unió része vagyunk. Kanada számára azt a lehetőséget hagyja meg csak, hogy az Európai Uniót ítélje el. Az Európai Uniót elítélni Kanada számára egy rettenetesen bonyolult diplomáciai, gazdasági, politikai döntés lenne. Az, hogy az ítélet hiány, vagy az ítélet között van egy olyan fogalmazási rendszer, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy bizonyos helyeken úgy tűnik, hogy a magyar állam nem volt képes saját funkcióit ellátni, és ezt lehet úgy értelmezni, mint, és itt az értelmezésekbe belefér mindaz, amit itt elmondtunk. Ebben az értelmezésben belefér az állami rasszizmus, belefér
az értelmezési tartományba, csak mint lehetőség, de ez nem tartozik az értelmezései közé a kanadai bíróságnak. Persze. A kanadai bíróság az azt mondta, hogy bizonyos az állampolgári jogokhoz és lehetőségekhez tartozó kritériumoknak nem, ezeket nem adta meg a magyar állam, úgyis mint, és akkor itt lehet sorolni. És ez a legfontosabb, a biztonságban élés jogát. A gazdasági biztonságban élés jogát, de, tehát nem arról beszélek feltétlenül, hogy a fizikai fenyegetettség, hanem a fizikai, gazdasági, egészségügyi, és itt a kettőt emelt ki a bíróság, az oktatáshoz való jog nem teljességét, és a fizikai biztonság nem teljességét. Voltak éppen e kettőre. Az összes többi, ami emögött van, és sokkal súlyosabb, a bíróság bekötözött szemmel, és bekötözött szájjal bedugta a fülét. Ez természetesen nem tehetett mást. Ha azt kérdezed, hogy nincs-e köze, természetesen köze. Iszonyatos súlya van annak, ami történt 2008 és 2015 között, és még nagyobb súlya van, ami történt 2010 és 2015 között a romákkal. És ezeknek az egyéni sorsoknak a bizonyítható tragédiája az azért megérintette a kanadai bírókat, és ez egy nagyon komoly dolog, egy nagyon nagy értékű. Ebben az értelemben ennek az emberi értéke talán magasabb, mint a jogi, és a diplomácia is magasabb, mint a jogi. Viszont Magyarországot hadd védjem, én egy kicsit abból a szempontból, ugye, hogy nem vagyok biztos abban, hogy ez Kanadának, vagy egy kanadai bíróságnak a tisztje egész Magyarországot, vagy Magyarországot, mint kollektívát megítélni. Hozzáteszem azt is nyilván, hogy ugye az állami felelősség, az nyilván van egy passzív mulasztás, meg van aktív mulasztás. Na most ugye itt mégsem arról van szó, hogy az állam, vagy az állami szervek, tehát a rendőrség, vagy az egyéb állami biztonsági szolgálatok konkrétan céltudatosan üldözik a romákat, tehát nem dél-amerikai diktatúrában vagyunk 72-ben, mint az argentin piszkos háború, és azért azt is hozzáteszem, hogy tartsuk szem előtt, hogy ugye volt ez a rémes cselekménysorozat, ugye a roma származású személyek ellen, ahol ezt a négy szemét igazából a magyar bíróság, erről értek is a kanadai lapok, hogy ezeket, ezt a négy embert, ezt életfogytig tartó fegyház büntetést ítélte fellebbezési lehetőség nélkül. Szóval ebből a szempontból ez egy picit mondjuk a magyar igazságszolgáltatás itt szerintem igyekszik, hát ha nem is megtorolni, de nyilván valamiféle igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás elvben, mint a független intézmény lenne. Hát ami elítélve volt, elvben, azért aláhúzottan használtam az elvben szót. Ami elítélve volt, az nem az igazságszolgáltatás volt ez esetben. Ezer olyan eset van, ahol érdekes volna elérni. Tisztosan. Nem. Itt a mögötte álló államhatalom, amellyel szemben vagy mellette ugyan, de attól függetlenül létezik az igazságszolgáltatás. Ami elítélve volt, az azok az intézmények, vagy azoknak az intézményeknek a hiánya, ami éppen nem az igazságszolgáltatás. A rendőrség lehet, hogy nem volt direkt módon elítélve. A rendőrség hiánya igen. A nem jelenlét az igen. És az a fajta nem jelenlét, amit a magyar rendőrség klasszikusan produkál az elmúlt 5 évben, és ebben sem akarok most részletekben. Persze. Amint beáll a bűnelkövetők és az áldozatok közé, és azt mondja, hogy ezek ketten torzsalkodnak. Ez a fajta rendőrség, ami nagyon hasonlít különben az állam sokfajta működésére, ami nem tökéletes. Amely, tehát hogy ebben egyetértünk, jó. És amelynek a tendenciái lehetővé tették, hál' Istennek egy kanadai bíróság számára, hogy tacit és indirekt módon elítélje ezt a magyar államot, nem az országot, nem a közösséget. Az államot pontosabban azt a hatalomtechnikai üzenetet ítélje el, ami miatt Magyarország hírneve süllyed Európában és a világban. Köszönöm a beszélgetést. Hátrányban van-e Magyarországon egy roma származású ember? Ön szerint kinek a felelőssége a miskolci romák kivándorlása? Kanada a megoldás?